Most pedig a két kard iskolájának harcművészeti bemutatója fog következni, és a bemutató elején az egyik mester, Kovács Tibor beszélni is fog egy kicsit róluk. Fogadjátok őket sok szeretettel! Üdvözlünk mindenkit! Mi a két kard iskolája vagyunk, japánul Nitto Jutsu Seishin Ryu, és maga az előadás közben ki is fog derülni, hogy miért is hívnak bennünket két kard iskolájának. A fő fegyverünk az a japán hosszú kard, a katana, és először ezzel fogunk bemutatni alapgyakorlatokat, majd egy kicsit haladóbb technikákat is, és szép lassan megyünk tovább a technikákkal, egyre bonyolultabbakkal. Akkor először a tanítványok mutatnak be egy karddal technikákat. Most pedig ugyanezt fogják látni haladóbb kivitelben. Maga a kardnak a kivétele, illetve elrakása maga eléggé sok időt, igazából egy évet igénybe vesz, hogy tudjuk pontosan, hogy hol van a kardnak a vége, hogyan kell elrakni úgy, hogy ne figyeljük azt folyamatosan. Ezt követően tudjuk egyre jobban tökéletesíteni a vágást, ami 6 lépcsőből áll, és később meg is fogjuk mutatni mindazt, hogy hogyan érezzük ezzel a távolságot, mint pedig hogyan tudunk vele vágni.
ahogyan nevünkből is adódik, két kard iskolája vagyunk. Ez azt jelenti, hogy a tanítványok először megtanulnak jobb kézzel kardozni, majd ezt követően megtanulják a ügyetlenebbi kezüket is feledzeni, tehát mondjuk bal kézzel, hogyha valaki jobbkezes. És hogyha megy már jobbkézzel és bal kézzel is, akkor utána megpróbálja a két kezet összehangolni, és barna felett már meg kell tanulni a tanítványoknak egyszerre két kardot is forgatni. Lehetőleg úgy, hogy egymástól függetlenül is menjenek ezek a dolgok. Most ebből fogunk egy rövid bemutatót mutatni. Nem elég, hogy megtanulunk a levegőbe kardozni, ismernünk kell azt is, hogy a kardunk milyen messzire tud eljutni, hol tudjuk biztonságosan megállítani, azaz uralnunk kell magát a kardot. És a következő feladat, amit aura vágásnak hívnak, azt igazából ezt hivatott bemutatni. Meg kell tanulnunk üzzeni is a karddal.
Erre praktikusan nem a katonát, hanem azt, azt szimbolizáló fakardot, azaz bokkent használjuk. Nyilván egyrészt biztonság szempontjából fontos, másrészt azért, mert maga a katonának a ridegség azt nem is tenné lehetővé, hogy túl hosszan vele úgy gyakoroljunk, hogy ne menjen tögre a fegyver. Először egy egykardos kezdőbb katát fognak bemutatni a tanítványok. Ahogyan megtanultunk két karddal kardot használni, ugyanúgy meg kell tanulnunk két karddal küzdeni is. És most egy ilyen kétkezes, pontosabban két kardos bokkenes gyakorlatot fogunk mutatni. Ugyanúgy kata, mint az előző. A kata az igazából egy ilyen betanult formagyakorlatot jelent. Végezetül visszatérnénk a kardtechnikákhoz. Nem elég az, hogy tudjuk, hogy milyen messze vágunk a karddal, hogyan vágunk a karddal. Magának a vágásnak is értékelhetőnek kell lennie. Ez szimbolizálja a gyékényvágás. Ez a beáztatott vágógyékény, ez igazából olyan tömörségű, mint a hús. És szeretnénk kérni, hogy semmiképpen se próbálják ki otthon. Köszönjük szépen! Igazából a harcművészeti bemutatón túl mi készültünk egy kis csatával is, úgyhogy egy kicsit elköszönünk ilyen hivatalos formába, és utána szeretném mindenkit várni a színpadon, aki szeretne velünk küzdeni. Ütőfa lesz nálunk, ez egy ilyen szivacsos dolog, de ugyanazt szimbolizálja, ugyanúgy a katonát fogja szimbolizálni, szóval ha valakinek van kedve megmérettetni magát, azt szívesen látjuk. Illetve, ha végeztünk, akkor itt a színpad mellett meg lehet nézni a fegyvereket, illetve lehet beszélni magáról, erről a harcművészeti stílusról is velünk. Köszönjük szépen!